Na, sziasztok! Üdvözlet innen, Hajmás kérdő! Ez egy újabb vonalba járós videó lesz. Itt vagyunk egyébként a 20-as vasútvonal, az a Székesfehérvár Veszprémen keresztül Szombathelyi közlekedő vasútvonal a mögötte, és innen ágazik ki a 27-es, igazából menetrend szerinti mezőbe Lepsény Veszprém, de valójában az a fizikailag Hajmás kérdnél ágazik ki a vonalból. És ezt a ugye 27-es vonalat már bejártam Papkeszig, hát most Hajmáskér felől indulva Papkeszigig fogom bejárni, hogyha minden a terv szerint alakul, ez egy kb. 8 km-es vonalbejáró túra lesz. Jelenleg itt sétálok a vasútvonal mellett, a két átmenő vágány az, hát illetve itt csak egy átmenő vágány, az egy vágányos vonal, de az állomás több vágányos, mindjárt meg is mutatom nektek, hogy itt vagyunk. Most nézünk éppen Öskü fele, arról jöttünk. És maga a vonal, a 27-es, az pedig onnan a váltókezelő helytől ágazik ki. Egyébként látjátok, alakjelzők vannak az állomásra, és akkor ott volt a felvételi épület, és ugye arrafele most nem mentem ki. A legutolsó kocsiba voltam, és az meg ugye az felvételi épület mögött volt. De nekünk errefele kell menni. Úgyhogy most szépen elsétálunk a Papkeszig. Itt van egy-két szolgálati lakás, vagy vasúthoz tartozó lakás még. Azt esetleg még majd megnézhetjük, hogyha van még olyan. Meg ott egy váltókezelő ölhely, ahol van szolgálat. És ezt nézzétek, az első vágány az itt elkanyarodik a fővonaltól, és így megy be a gazba. Na ez vajon melyik lehet? Vagy vajon az hova vezethet? Ez biztos, hogy nem mostanában volt használva. Bár az ösvénybe belítélve azért itt valaki járt. Mindjárt megnézzük, hogy az hova megy. Egy kis elveszett vágány túra. Mert egyébként a 27-es vonal az a másik irányba kanyarodik el. De majd mindjárt akkor visszatérek arra is. De ha már itt van, akkor bejárom ezt is. Hát meglátjuk, hogy hova jutunk. A vágányt az kb. Addig lehetett követni, itt jött a töltés, és itt vége van. Hát, aztán én valószínűsítem, hogy itt még ment tovább valamikor. Mert itt errefele, hogyha elnéztek, itt nagyon gyanús, hogy szerintem, meg van ott egy ilyen üresen álló épület, az ami régi gyárépület lehetett találni, szerintem oda ment be. De innen már nem maradt semmi belőle. Vagyis hát, várjatok csak. Hát de ez sem. Bár szerintem ez a betonlap, az lehetett, hogy itt mentek a sinek, és itt az átkelőt fed, vagy hát a két sink azért volt ez betéve. Hát nem tudom. Ennek vasúti maradt, úgyhogy szerintem haladjunk vissza a vasút felé. És nézzünk szét, kanyarodjunk rá akkor a 27-es vonalra. Ezen a hídon át, és ott a távolban már láthatjátok a vasúti átjárót jelzőtáblát. Közben elérkeztem ide a vasúti átkelőhöz, és bizony itt van egy régi őrház, ami lakatlannak tűnik, ezt megnézem. És egyébként az már a 27-es vonal, az külön fénysorompó fedezi, ez pedig a 20-as, a fővonal, ahol most is van forgalom, és a PFT-s kocsi az oda húzott ki. Hát ott végeznek javítás, vonatmentes időbe, és akkor nézzünk ide be. Ez úgy tűnik, hogy ez a hely lakatlan. De ez biztos, hogy egy vasúti őrház volt. És igen, itt volt a villanyóra. De már nyilván már elvitték a villanyórát is. Aha. Tényleg csak meg, ott volt egy. Aha, és itt volt a villanyóra. Valószínűleg. És itt vannak a különböző bekötések. Úgyhogy véletlenül akkor már áram sincsen. Közérdekű közlemények a falon. Hát, erről a bizonyos paradicsom Kristófról valakinek nem volt jó véleménye, hát még erről az őzéről. Na, erről már mindjárt csinálunk fényképet is, de akkor ez egyelőre ennyi. Ez pedig úgy néz ki, mint egy vasúti szelvénykő. És egyébként valószínűleg akkor ez lehetett a lakóház része a járatnak. Nézzünk csak be.
azért biztos, hogy egy szoba volt. Fényfalában. És még az is lehet, hogy lakik itt valaki. Ah, ez lehetett a fürdőszoba. Igen. Az a régézé, szappantartó. Az ilyen régi retro. Igazából panelházgyári szappantartó. Itt lehetett a fürdőkád valamikor. De azt már valaki ellopta, hogy elvitték. Itt pedig szerintem egy villanybojlár volt. Az a tipikus hajdú. Nagy henger alapú, tartályos hajdú villanybojlár. Szintén ilyen házgyári WC papírtartó, tehát valószínűleg itt volt valahol egy WC. Aha, itt lehetett valószínűleg. Ez pedig egy kéménynek a kürtője, tehát itt szerintem kályha. És azt mondja, hogy igen, a villany az, ami megmaradt. És itt lehettek, igen, hát a kábeleket is kiszaggatták a falból, azt látjátok. De ez biztos, hogy egy fürdő volt. Ez pedig egy lakószoba volt, ez volt az egyik belső szoba. Ez igen. És itt volt egy kályha. Valószínűleg itt a kályhacső. Megpróbáljunk telefont tölteni? Nem valószínűleg sikerülne. Akkor tettük, ez a tipikus kőpadló. Általában nem. Régi építési palaszházak lejárója, hogy ilyen. Ez pedig valami spájz lehetett itt, ezt nézzétek. Tészta szívű? Az. Megnéző, üvegsúdoló kefe. És itt van a padlás feljáró. De mivel a lézrát azt már elvitték, így a padlásra nem tudok fölmenni. Jaj, két itt az ajtó. Egyik. És itt van még egy szoba. Ezt megnézitek, csak hát itt most nem van húzva a redőim, mert legalább az működik. És sötét van, hát nem tudom, hogy a kamera most mennyit lát. Itt egyébként parketta volt, vagy hát ilyen régebbi fajta, de egy része föl van szedve. És ilyen nézzétek, meg itt van a redőny. Hát vagyis nem is redőny ez, hanem be van deszkázva az abla, viszont van szúnyogháló, meg minden, tehát. Tudjét, fontos. És itt megmaradt egy konnektor. Ez a régi földelés nélküli. Hát igen, mert régen meleghordó szobában nem volt kötelező. Viszont három villanyvezeték van, itt látjátok, onnan már leszedelték a konnektort. Hát elvileg ki van építve a földelővezeték. De régen úgy volt, hogy csak konyhában, meg a fürdőszobában volt kötelező. Na ez pedig itt, ott meg valószínűleg volt egy mosdókagyló, vagy valami ott a talagban csempézve. Ezt nézzétek, itt pedig lehet, hogy lakik is valaki. Betányél, aha. Itt lehet, hogy lakik valaki. Van egy esernyő is. Ezeket nem bántjuk. Ez itt lehet, hogy valaki. Jó, mindegy, hagyjuk békén. Csinálok még egy pár fényképet, aztán megyek is, mert szerintem az épületnek ebben a részében már más nincs, amit látjátok. A vakolat sincs jó állapotban, úgyhogy inkább hagyjuk is békén. Aha, és nézzétek csak, hogy azt hiszem, hogy a villanybekötés az itt van. Valábbis eddig. De akkor meg miért van ott is egy vezeték, tehát igazából az. Ezt én nem értem, hogy akkor ez most hogy van. És ott is van még egy lámpa, amivel még a villanykörte is benne van. És az még lehet, hogy működőképes. És akkor mondja, elnézzünk még el, hogy itt van-e valami. De itt vagyunk a másik oldalán. Hát igen, meg ez a szabványos, hogy látjátok, ez a MÁV szabványú betonkerítés. Ez a H alakú. Ez pedig itt egy kút, szerintem, tehát ez egy régi furt kút. De már lehet, hogy be van temetve, igen, de nem is. Nem kísérletezünk vele, mert ki tudja, hogy milyen állapotban van. És itt van akkor maga az épületesség, látjátok? Egyik ablak bedeszkázva. Az volt ott a fürdőszoba. Az a másik szoba. És ott az egy kémény, ahova a kályhát belakhatták. És hát akkor ez nagyjából ennyi. És itt mellettünk itt fut a 27-es vonal, hogy ezen fog tovább menni. És akkor lássátok fele, itt vagyok már a 27-es vonalon.
hajmásként állomásra be az jelzője, az érdekes módon fényjelző. És ilyen nyilván tilosat jelez. A fénycsorompó meg nyilvánoz meg. Ugye fehéret, mert errefele, mert még tehelforgalom szokott lenni. Hát ez még nem is annyira bezárt volna elveszett, mert papkeszig még használják tehelforgalomra. Néha napján van tehervonat is papkeszi fele. De papkeszitől lefele ki van zárva a pálya, azt láttátok a korábbi vonalbejárásaimból, hogy már végigjöttem, hogy igazából Csajág és Lepsény között igazából semmi okát nem láttam annak, hogy miért van kizárva a forgalomban, mert végig járható, végig megvannak a sinek. És igazából ugyanígy javarész betonaljas, és 48-as sinekből áll. De nyilván a közepén Csajág és Papkeszikő között viszont valahol Berhit a környékén, ott van járhatatlan pályadész valóban, de az se veszélyes, csak néhány méter hosszú. Valószínűleg inkább kényelmességből zárták ki az egész vonalat a forgalomból, hogy ne kelljen annyiszor bejárni meg karbantartani, de nem a minőség a felépítménynek indokolta ezt a kizárást. Hát akkor látjátok, itt viszont járható a szakasz. Úgyhogy, hogy körülbelül egy olyan 8 kilométerre van Papkeszi, úgyhogy csak előre felépítmény továbbra is látjátok. Elix betonaljak, ezek között 74-ben rakták ide. A sinek 48-asok, valószínűleg Diósgyőri, de majd, hogyha valami sínszálon látok feljátok, akkor nem mutatom nektek. És itt egy nagy íbe fordult rá hajmáskérre. Következő megállóhely vagy állomás a Sóly lesz, körülbelül egy olyan 3 kilométerre. Hát akkor haladjunk tovább. Ja, itt van egy szelvénykő, azt megmutatom, nektek szerintem minden szelvényezik a vonalat. Igen, tehát ez a 11-es, tehát igazából 1100 méterre vagyunk most a kezdőponton, ami hajmásként, mert onnan ágazik ki a 20-asból. És a Papkeszi valahol a 90-es környékén van. Vagy itt a 80-as, vagy a 90-es között. Úgyhogy még egy darabig menni kell előre. Menet közben változott egy minimális a felépítmény, most innestől kezdve ellen típusú betonaljak vannak. Azt hiszem ránézésben látom, hogy kicsit másképp néz ki az LX meg az ellen, de hogy mi az érdemi különbség köztük, azt nem tudom, hát majd, hogyha valaki ezt tudja esetleg és nézi a videót, írja meg kommentbe. Hát azt megköszönném, hogy ezt megtennétek. Tehát így közben haladunk, hát a felépítmény az végig betonalja, és általában ez a vonalra jellemző, hogy betonaljak és 48-as sinek. Bizonyos szakaszokon talpás csak. És szerintem hamarosan keresztezni fogunk egy autópályát. De meglátjuk, hogyha odaértünk. És innen úgy tűnik, hogy a dolabig egyenes a pálya. Ja, meg közben majd akkor most egy kicsit elbúcsúzok, mert úgy látom, hogy törölnem kell néhány felvételt a kamerára, mert ebbe telik a memóriakártya. Úgyhogy amiket már átmásoltam a gépozokat, most letörlöm. És közben elérkeztünk az első átjáróhoz. Biztosítás nélkül vonalás keresztes viszont. Érdekes, hogy kreatív fasztosítás. Egy kivágott, vagy kitört, vagy tudom milyen ezért fatörzsre szépen rátették. Rádolotozták az ondulás keresztet, és ennyi. Nyilván egy földes átjáró, és valószínűleg hatalmas forgalma nincsen. És a túloldalt is ez van, hogy csak egy ezért fatörzsre van itt rátéve. De valószínűleg ez elég is ide, mert ugye, hogy elnézem ez maximumot, ugye a földút, meg nem nagyon van erre semmi, tehát gyakorlatilag gondolom a földekre járnak ki, tehát itt a szezonban, amikor a földművelés van, akkor néha napján átmegy itt egy traktor. De kb. Ennyi az összforgalom, és úgyhogy ide ennyire tökéletes. A tehervonatok meg nyilván lassabban jönnek, vagy hát valószínűleg elég lassan jönnek, és akkor igen, rából több mindegy. Meg ugye ráadásul látjátok, egyenes itt a szakasz, tehát a vonal jól belátható mindkét irányba. Úgyhogy nem is kell biztosított átjáró, valószínűleg soha nem is volt. És akkor valószínűleg igen, ott a háttérben lesz valami külön szintű átjáró, ahol egy viszonylag forgalmasabb út van, szerintem ott
autópálya, vagy nem tudom mi lehet ott, majd ha közelebb érünk, akkor kiderül. Meg a háttérben látok már egy előjelzőt is. Azt is majd nézzük közelebbről. És hát látmondásodok fele, hogy mennyi maradt a hóból. Ja, tegnapi nagy hóeséstél azért gondolkodtam, hogy jöjjek-e most vonalat bejárni, mert hogyha hatalmas hó borítja a felépítményt, akkor sok értelme nincsen, de úgy gondoltam, hogy hát végül is most érek rá, tehát most kell jönni, aztán reménykedünk a legjobban, de hát látjátok, összesen ennyi hó van, a többi is olvad neked. Mert nyilván reggel, mikor fölkeltem, megnéztem a hőfokot, hogy plusz fok volt, igaz, hogy csak egy, de plusz, tehát gondoltam, hogy most nem esik a hó, akkor valószínűleg olvad is, meg a vasúti pálya az egyébként is melegebb, az jobban magába szívja a hőt, hogyha süt a nap, mint itt egyébként, tehát itt a kavicságy, meg a sinek. Tehát itt még hamarabb el is olvad a hó, de hát látjad, akkor nincs sok. Olyan sok hó nincsen, hogy gond legyen, és hát olvad most is. Igazából még a nap is süt, ilyen egész kellemes kis sétálós idő van. Úgyhogy végül is jó, tehát az időjárás most eddig kedvező. Aztán tartsa meg ezt a jó szokását addig, ameddig elér a Papkeszig, vagy legalább valami vasútállomásig, ahol mondjuk vagy a civilizációig, ahonnan már tovább lehet utazni valami, akármivel. És akkor mindjárt megmutatom nektek ezt a jelzőt. Ez valószínűleg az előjelző lehet. Igen, EJB, tehát az előjelző bejárati valószínűleg valami ilyesmit jelenthet. Legalábbis valószínűleg az lehet, igen, hogy előjelző, mert ez a logikus. És akkor ennyi tovább, és akkor itt, hát ez meg gyorsforgalmi út, hogy autópálya lehet. Ja igen, azt még úgy el kell mondjam itt a végén, hogy most itt abszolút a visszaút, az még abszolút nem volt tervezve. Azt azért megnéztem, hogy a Papkeszitől nem is, de mondjuk Pétfürdőtől, ami annyira azért nincs messze, és iparvágány is vezet arrafele, tehát valószínűleg azt is be fogom járni. A vonat az még este is van. De mivel nem tudtam pontosan megmondani, mikor, meg hát így nehéz így kikalkulálni, hogy mikorra érek oda, így menetrendben se tudtam nézni, tehát azt majd menet közben. Hogyha már arrafelé járok a közelbe, akkor megnézem, hogy honnan indul vonat, honnan indul busz valamerre. De például, hogyha Pétfürdőig sikerülne eljutni valahogy, onnan már van vonat, tehát az már nem lenne probléma az a jutás. Meg valószínűleg egyébként ilyen nagyobb városokba el lehet jutni busszal is, mert még Papkeszitől is el lehetett. Azt hiszem akkor is Pétfürdőig mentem, és onnan meg már volt vonat. Ez megint nem okoz gondot. Azt néztem meg reggel, hogy Hajmás kérde, hogy lehet eljutni, és mikor. Aztán gyorsan összepakoltam és jöttem. Meg előtte kinéztem az ablakon, hogy milyen idő van. De kb. Most a szervezés az kb. Ennyi volt. Egy ilyen ezért rövid vonal bejárása nem kell különösebb egyéb szervezés. Amikor hosszabb túrára megyünk, akkor azért szoktam. És hát akkor itt vagyunk a autó, út, pálya, akármi mellett. És akkor nézzük meg, hogy... De úgy láttam, hogy továbbra is, hogy egyenes lesz a vonal. Itt volt benne egy kisebb ív. Hát haladunk is, és előbb-utóbb megérkezünk Sólyra. Azt a rohadt, ezt nem hiszem el. Ekkora szerencsén nem lehet, hogy pont jön itt egy vonat. Pedig valami jön. Egy PFT szerelvény jön. Hú, ha még a 10-es lovab lenne. Mert az is szokott erre járni, de ez nem, ez csak egy PFT-s gép. Egy újabb közérdekű közlemény itt a felüljáró alatt. És valaki megharagudott a 19-es szelvén, kőrembe felborította. Egyébként ott a túloldalt is van egy pár graffiti. És itt vagyunk az út fölött. Ez valószínűleg ez egy kétszer-két sávos irányítésre. Na látjátok, mondtam én, hogy ez még egy üzemelővonal, itt még azért elforgalom van, és valóban egy PFT, és majd menet épp most járta be. Ugye mit láttátok, és akkor itt van ez a járó, itt valamilyen út fölött elmentünk. És innen látjátok, a pálya továbbra is egyenes.
Úgyhogy szerintem innen már bekocogunk sóig. Úgyhogy semmilyen különleges dolog nem lehet számítani. Most egy darabig másik irányból se jöhet semmi, legalábbis ameddig be nem ér Hajmáskérre a PFT. Aztán meglátjuk. Azt nem hiszem, hogy visszajönnének. Na, akkor ezt nézzétek. Van itt egy 30-as lassújel, meg még egy nem biztosított átjáró. Eddig még csak ilyenekkel találkoztam. Hogyha nem számítjuk azt a külön szintűt. Másik oldalon meg már is csolták az András keresztet. De hát valószínűleg itt sincs ilyen hú de nagy forgalom. Egyébként a vonal az még mindig nyílegyenes. És igen, itt ez volt egy 30-as lassújel, hát ez valószínűleg inkább az ablakos vonatokra vonatkozott, mert szerintem a tejelvonatok ennél gyorsabban is, nem is nagyon mennek ezen a vonalon. De hát, ki tudja. És hát ugye ez már a 19-es szervényt is elhagytuk, meg már szerintem a 20-asat is, tehát a 30-as meg a környékén már a Sólynak kéne következni az első megállóhelynek. Hát meglátjuk. Meg még van egy Vilonya nevű megállóhely, Papkeszélyig. És gyakorlatilag ennyi. De hát itt látjátok, itt egy ember, még a vonal híre egyenes. Valad itt nincs semmi látnivaló. Itt szép ez az erdei táj, de hát itt gyakorlatilag más nincs. Nézzétek, közben a 30-as szervény környékén vagyunk, és megérkeztünk Sólyra. Itt a megállóhely épülete. Szinte egy biztosítás nélküli átjáró, az ország korábban is így volt. És hát látjátok, néz ki. Tartozik hozzá melléképület is, kerekeskút, de még kuka is van, tehát még az is lehet, hogy itt laknak. És ez volt a... Itt volt a forgalmi iroda, itt volt a pályatelefon, ez még mindig megvan. Itt a pályatelefonnak a... Ugye, mézbe csatlakozó, és itt volt a váróterem. Valószínűleg ez. Ez pedig itt a jegypénztár lehetett valószínűleg, igen. Ez lehetett a jegypénztár. És akkor itt van maga az állomás, névfelvával. És ez pedig a szolgálati lakásnak a része, valószínűleg. És igen, itt van egy műholdas antenna is. Itt, és fenn van még a falon a villanyóla, tehát itt elképzelhető, hogy még laknak. Úgyhogy azért majd mindjárt kicsit jobban megnézem, meg így körbe. Mert nyilván csinálok majd egy fotót, de itt van a falon. Tehát itt volt az egykori megállóhely. És hát látjátok, ez igazából ez egy bővített őrház. Tehát gyakorlatilag valószínűleg eredetileg így volt, és egy sima őrhely volt, esetleg sorompó őrhely, mert lehet, hogy korábban volt sorompó is. És az így később épült ez a toldalék hozzá. Akkor haladjunk közben tovább. A sói megálló épületet elhagytuk. Valószínűleg egyébként lakott, mert nem csak a villany, hanem még az internet is be van vezetve. Ott ahogy láttam a póznádat, plusz van szemétároló is, meg van... Kint van egy magánterület tábla is, tehát valószínűleg ezt lakott. Ha nem is az egészet, de egy részét biztosan. És hát akkor menjünk tovább. A következő megálló az egy olyan 3 kilométerre lesz, megint ez a Vilonya. Oda egyébként ágazott ki egy iparvágány is a Balatonfűszói nitrokémia gyárba, ami talán erről a részről járhatóként meg is van hagyva, viszont Balatonfűszőről is volt egy kiágazás, amit már felszedtek. Hogyha az mi meg lenne, akkor ott lehetne átjárási lehetőség még a 29-es vonalra is. Erről egyébként vannak tervek, hogy azt vissza kéne építeni, és akkor a forgalom egy részét lehetne ugye, elterelni emelre, meg ott megkerülni ott azt a löszfalas környéket, ahol mindig problémák vannak. De hát meglátjuk, ez még a jövőzen, ugye még a 29-es vonal átépítésén. Még ott is vannak még bizonytalanságok, hogy akkor az hogy legyen, mint legyen. Legyen-e villamosítva, ne legyen villamosítva, hát még ez sem eldöntött dolog. De gyakorlatilag, hogy látjuk itt továbbra is bármi legyenes. Viszont már helyenként itt ezen a részen talpás is.
Igazából itt hébe-hóba van egy-két alfa a beton aljak között, mondhatni. De egyébként továbbra is jó állapotban van és járható, meg ezeken nyilván ezen van forgalom, tehát ezt így járható állapotban fenn van tartva. Nekem valahol a 39-es szelvény környékén vagyunk, és ami érdekes, hogy most megint egy 400 kV-os vezeték alatt. Figyeljétek meg, hogy ebben van ám áram, nem tudom mennyire a videó mennyire hallatszik, de azért itt a kis zümbögés, az meg a búgás, az hallatszik, figyeljétek. Ez a 39-es szelvénykő, és abban van érdekes, mert nagy alatta a térerő a vezetéknek, meg valószínűleg elég nagy teljesítmény megy át rajta, hogyha így is isteneg megpattog. De amúgy azt el kell mondani egyébként, hogy veszélytelen alatta átjönni, tehát önnek nincs semmilyen ilyen káros hatása legalábbis, hogyha nem húzamosabb ideig tartózkodsz alatta. De hát akár több óráig, meg nyugodtan akár le is lehetne sátorozni alatta egy-két nap alatt, se lenne az embernek semmi baja. Nem kell minden hülyeséget elhinni, amit mondanak. Megvek egy évvel nem is ráz meg az oszlop se, tehát a szilva az le van szigetelve, tehát meg lehet fogni nyugodtan, nem ráz meg, nem harap. De ez csak egy ilyen kis mellékes. És akkor hamarosan akkor ugye 4 kilométerre eltávolodtunk már Hajmáskertől, tehát gyakorlatilag mondhatni, hogy fél úton leszünk mindjárt. De a pálya az továbbra is nyílegyenes. Ugye már lassan egy kilométerre jövök így, hogy meg ott a háttérben még látszik a felüljáró is. Más átjáró meg nem is volt azóta. Ugye mióta az ügyes volt megálló helyet elhagytam. Közben 48-as szelvényig eljöttem, tehát már majdnem 5 kilométer, és itt van egy szinte egy andráskeresztes átjáró, meg egy pályatelefon. Tehát szerintem ez ilyen engedélykérő. Hát nem dokument lehet rajta felhívni, hanem szerintem a Villanyai vasútállomást. És szerintem ez is egy Mészka csatlakozó, az hát. Itt pedig egy földút, mellettünk egy domb, és ja, meg itt van egy jégtúra jelzés, ami szépen átjön a vágányon, és bizony itt van egy jelző, vagyis egy előjelző, ami érvénytelenítve van. Ez már valószínűleg villanyállomásnak a bejárati jelzője, úgyhogy közelítünk. És egyébként valahol itt lesz a közelgés, és még egy villanyvezeték keresztezi utunkat, de hát most de szerintem ez is 400 kV-os irányítésre, de már nem biztos, mert a 400 kV-os vezetéknél három tartó. Három vezeték szokott egymás mellett, de akkor lehet, hogy csak 220 vagy 120. De általában a póznákra rá szokott írva lenni, hogy honnan, hova megy ki az üzemeltetője és hány kilovoltos a vezeték, de most ahhoz tudustam, hogy megáldásul van itt valami folyó is, vagy patak, vagy akármi, víz, ami folyik. Tehát még ezen is valahol át kéne mászni, ahhoz, hogy megnézzem azt, hogy póznát, hogy mi van ráírva. Vagy pedig oda föl kéne mászni, hát most egyiket se. Nem az én vagyok itt. És tehát itt van egy előjelző, de jövénytelenített. Valószínűleg azért, mert már villanyállomáson sincs szolgálat. De hát már mindjárt beérünk és meglátjuk. Egyébként vonóvezetékes, azt látjátok, itt van mellett a vonóvezeték. És valami itt is volt. Meg itt jön a MÁV kábel, tehát valamilyen kábel itt a föld alatt is megy. Mindenki van a figyelmeztető, ez viszont ez egy szép nagy szikla. Úgyhogy egyébként csak megyünk előre.
És egyébként ott a háttérben már látok egy jalakjelzőt is, ami megálljálásban van. Egyébként erre felől jöttünk. Még mindig látszik az a felüljáró a háttérben, tehát gyakorlatilag még mindig egyenes a pálya. És akkor megérkeztünk a főjelzőhöz. Érvénytelenítve van, mint látjátok, azt a két kis keresztben lakott csíkos vasdarabot a tetején. És hát alakjelző van, hogy itt van. Ez pedig itt egy birka legelő mellettünk, birkákkal együtt. És bizony itt van a következő, nem is megállóhely, hanem állomás. Ja persze, mert innen ágazott ki a Balaton fűszfő felé vezető vágány. Sőt, azt tudom, már még meg is van, csak nem használják. De majd mindjárt megvizsgáljuk azt is. Hát most azt nem fogom bejárni, az majd egy másik vonalbejárás lesz, amikor majd valószínűleg Balaton fűszfőről indulva elsétálok eddig, vagy fordítva. És akkor bejárom azt a vágányt is, de ezt most meglátjuk. És hát mindjárt megérkezünk az állomásra. Itt is egy sima András keresztes átjáró van. Valószínűleg ez sem volt soha biztosított. Esetleg sorompós lehetett még fénykorában. Tehát mindjárt megnézzük, hogy mi a helyzet. Itt még egy másik érdekesség, egy régi távíró búzna, ami még megvalott. Itt van az állomás, látszik a pályacsengő is oldalán. Elég erős széltámadott föl. Itt egyik részét be van deszkázva az épületnek, vagy hát így belácsozva. Ez volt valószínűleg a forgalmi iroda, meg a pénztár, meg a többi, meg a várótelemsőnek, ha volt. Viszont a hátsó lakás nem, az valószínűleg lakják. De valószínűleg a lakják is, de nincsenek itthon. De nyilván akkor most nem megyek közelebb. És akkor itt volt ez a régi állomás. És itt ágazott ki. Valószínűleg az egyik kiágazás az már a nitrokémiához megy. De hát majd kiderül. De majd akkor elsétálunk a végéig, azt meglátjuk, hogy mi a helyzet. Igen, és így most már látjuk, egy kicsit közelebb jöttünk, hogy nincs vágánykapcsolat a két vágány között, tehát valószínűleg igen, ez vezet a fűzfői gyártelepre. Ugye itt ágazik ki, ez vezet a fűzfői gyártelepre. A másik pedig a rendesen a fővágány is. És itt nincs vágánykapcsolat, itt nem lehet se kereszthezni, se körüljárni. Arra ott van papkeszi, így körülbelül 3 km-rel arrébb. És ez lesz az a vágány majd, amely Balaton fűszfőig vezet. Hát azt meg most, ezt most nem járom be, majd kicsit később. Még külön projekt ez, de erről a vágányról én úgy tudom, hogy végig megvan. Hogy a sín viszont fényes. És az űrszelvénysbe sincs akkora gaz. Tehát lehet, hogy azért ezt még karban tartják. Tehát maximum, hogyha mégis ott valahol a fűzfői gyártelepen van kiszolgálás, akkor mehetnek oda be, vagy néha esetleg a PFT ide is benéz. Nem tudom, pontosan ennek utána kell nézzek. Így ebben tényleg úgy tudtam, hogy ezt a vágányt nem használják. Hoppá, tudom itt egy villany... Nem, ez egy villanyvezeték itt keresztbe a vágányon, de hogy hova vezet? Na mindegy, ne piszkáljuk. Az a biztos, ha nem piszkáljuk, bármi is legyen ez. Egyébként az 55-ös szelvénynél vagyunk. És igen, ez így érdekes, mert ez elkanyarodik Balaton fűzfőig. És a fűzfői gyártelepre vezet. Ez pedig a másik vágány. És igazából eddig nyílegyenes volt, de hát látjátok, itt van a kijárati jelző. A kijárati az amarra van. Ez a másik oldalról a bejárati jelző. Érvénytelenítve. Az pedig ott egy villanypásztor. Itt a sínek mellett. Hát most nem fogom megfogni. Azért, mert úgy van az, mint hogy itt a Romhányi vonalnál, most már tudom, hogy nem állandóan van benne áram, hanem így szakaszosan. Tehát attól, hogy egyszer megfogom és nincs benne, nem jelenti azt, hogy a következő periódusban nem jön vissza. Na, és egy kicsit föltámadt a szél is. Úgyhogy majd itt. Mondjuk pont a másik irányból fúj, úgyhogy szerintem, ha itt tartom a kamerát, akkor nem zavar be. De hallatszik, hogy ahogy mozgatja a jelzőt is, most nagyon föltámadt.
várhatott volna még egy kicsit. Azt hiszem itt a válasz a kérdésre, hogy használják-e még azt a vágányt. Hogy miért nem tudott ez egy kicsit előbb jönni? Jó esetre meg fog állni. De egy bobó vontatta a tartályost, a tehervonat megy a másik iparvágányon, amelyik a fűzfői gyártelepre megy. Hát jöhetett volna egy picivel elébb, ha 10 perccel korábban jön, akkor meg lett volna normálisan, de hát így is onnan az ívből szaladtam vissza. De egyben erre futott a... Azonnal csak fedezték az átjárót, aztán már ment is át. Na, sziasztok, itt vagyunk akkor lassan. Ugye 65-ös szelvén környéken eltünk, és akkor itt túloldalt is kint van egy 30-as lassújjel. Ez még oké, ott volt egy szokásos biztosítatlan átjáró. Ez a biztosított átjáróval nem is találkoztam még ezen a vonalon, szerintem nincs is. Popkeszinél aztán van fénysorompó, de ennyi. És egyébként ott a háttérben már látok egy előjelzőt is, tehát szerintem közeledek Popkeszihez is. Viszont Popkesziből kiágazik Pétfürdő felé iparvágány, azt be fogom járni. Úgyis arra fele kell menni, idő van még, tehát azt simán még azt is végigjárom. És akkor nézzük, hogy mert az ott a Pétfürdői, ott is van valami ipartelep, és azt szolgálja ki, és azért van Papkeszi forgalom főleg, mert ugye azt szolgálják. És hát így közelben szerintem egy maximum másfél kilométeres ott vagyunk Papkeszin. Úgyhogy haladunk. Felépítmény változatlan, betonaljak, 48-as sínek. De hát ez nem meglepő, mert ez a vonal itt járható, és van is forgalom. És azért, hogy közelben heti rendszerességgel azért jár erre tehervonat. Úgyhogy hamarosan beérünk Papkeszire, Papkeszi állomást már láttátok, arról már csináltam videót. Amikor a 27-esnek a másik oldalát jártam be. Hát majd jelentkezem az iparvágányoknál. És akkor megérkeztünk az érvénytelenített előjelzőhöz. Ez most EJC, vagy EJD, tehát ez biztos, hogy előjelző. Hát, hogy... De hát akkor nyilván az azt jelenti, hogy közel vagyunk már Papkeszihez. Ott szerintem a háttérben már a főjelzőt látom, és az érdekes módon ez fényjelző. Ide valamiért az jutott, nem alakjelző. Meglátjuk. Egyébként a fájdalom mindig egyenes, és nem mindig erdőbe vezet. Úgyhogy haladjunk csak tovább. És még egy biztosítatlan átjáró, szokásos András keresztes, gyakorlatilag ugyanaz. Úgyhogy semmi egyéb. És egyébként továbbra is nyíl egyenes a pálya, közelítünk a főjelzőhöz, meg a Popkeszi állomáshoz. Itt a 69-es szelvény. Úgyhogy gyakorlatilag szerintem még egy kilométer és ott is vagyok. De hát haladunk, de hát igazából érdemleges nem volt, mert a pálya az ugyanolyan, a pálya állapot nem változott, továbbra is nyíl egyenes a vonal. Úgyhogy hát haladunk, de hamarosan beérek Papkeszire. És közben megérkeztünk a főjelzőhöz. Tehát gyakorlatilag hamarosan megérkezünk Papkeszire, és ott a háttérben már látok egy váltót is. Még a szerencsék van, akkor még összefutunk egy tehervonattal is. De innen már tényleg nincsen messze. Itt van. Ez a mérvénytelenítő van, ki lehet a hívójelzést is vezérelni. És ott a háttérben már látok egy váltót is. Meg ott ágazik ki a két iparvágány két fürdő felé. Úgyhogy szerintem pár száz méteresben vagyok Papkeszin. És közben megérkeztünk ide a Papkeszi állomás bejáratához. És látjátok, itt van egy váltó, ami kitérőbe áll, tehát nyilván a két szélső vágányra terel. Mert valószínűleg, ja igen, mert ebből ágazik ki a Pétfürdő felé menő iparvágány, és valószínűleg azt használják mindig, vagy legalábbis gyakrabban, és ezért a vágány arra, vagy hát arra
van állítva. Valószínűleg ez a gyakrabban használt vágány, ezért is hagyták kitérőben a váltót. De látszik is, hogy itt fényesek a sinek. Gyakorlatilag most megérkezünk, és akkor itt van egy három vágányos állomásról van szó. Ugye itt ágazik ki a mellékvágányból még egy, és ez a váltó is kitérőben áll, tehát valószínűleg a tehervonatok ide középre mennek, főleg. Szépen ide besétálunk. És mindjárt gyakorlatilag a felvételi épület az úgy ott van előttünk, innen már nagyjából látszik. És így arra, ott balra fele ágazik ki a pétfürdői iparvágány, ami majd folytatjuk az utunkat. Na ezt nézzétek, közben megérkeztünk Papkeszi állomásra, és itt a rakodón nézzétek meg, hogy mennyi betonalj van kikészítve. Ezek még a múltkor nem voltak itt, amikor erre jártam még tavaly, tehát ez valószínűleg ezt szerintem pályafelújításnak hozhatták ide, hát ugye mi másnak, vagy jó esetben itt akarják majd vagy beépíteni a 27-es vonalba, és akkor remélhetőleg valami pozitív is történik ezzel a vonallal, mondjuk újraindult a személyszállítás, mert igazából megszüntetni is nagy hiba volt. Ugye közvetlen balatoni kapcsolat volt így igazából Veszprém felől, tehát ez nagyon jó lett volna. Meg mondanom volt, tehát ezt a jó menetrendel itt lenne utasforgalom, tehát igazából még a bezáráskor is volt. Tehát nem indokolta ez semmi. Remélhetőleg még egy kis felújítás után, akkor talán még egy személyforgalmat fel lehetne rajta venni minden gond nélkül. Tehát remélhetőleg ezeket az anyagokat ide fogják beépíteni, mert ez így kb. Elég is lenne arra így ránézésre, hogy a talpás szakaszt azt kiváltsák teljesen betonaljakkal. De mondom, a vonal az inkább betonaljas, az a jellemző felépítmény rajta, csak elvétve van a talpás szakaszok. Arra pedig ennyi betonalj elég lenne. Hát meglátjuk, hát valami ezeket idehozták. Meg van itt egy pár sín is lepakolva. Hát ezt nézzék, hát ezek valószínűleg bontott anyagok, viszont ebben a vonalban tökéletesen lennének. Hát meglátjuk, és közben ott a felvétel épület, azt majd mi megnézzük. Itt nézzétek, itt van a régi raktárépület Papkeszinél. Egy graffiti az oldalán, mondjuk itt még igazából nem is akkora probléma, mert itt még elfér. És igazából tényleg nem csúnya. És hát itt mondjuk abszolút nem zavar senkit, az épületet már úgyse használják, és közben hallatszik, hogy csodog a víz a csatornából, tehát hát az plusz fok van, tehát olvad a hó. Ezért igen majd, de igazából vonalbejárásra alkalmas idő van abszolút. És itt van maga a felvételi épület, a szabványos. Azt hiszem HÉV harmadik vagy második osztályú felvételi épület. Az emeleten szolgálati lakások voltak. Lehet, hogy még most is, bár viszont, hogy laknak, nem úgy néz ki. Maga az állomás, hát ugye a vasúti része az teljesen be van így ácsozva. Tehát a régi váróterem, a forgalmi iroda, a pénztár. Na, még esetleg azt lehet megnézni, hogyha villanyóra szekrényt valahol megtaláljuk, hogy van-e fogyasztás. Tehát, ha abszolút semmi fogyasztás nincsen, meg nincs fent a villanyó, akkor biztosan nem lakják az épületet. Aha, külön vonat a vasút újranyításáért. Hát ez volt az a külön vonat, amire sajnos nem tudtam eljutni, és ezt is csak Papkeszig engedték. Majd mondjuk egyébként pont Csajág meg Papkeszi között van az egyik pár méteres szakasz, ami miatt járhatatlan a pálya, mert elég sok gaz van rajta, meg ráholták a sarat. Igazából az se komoly, tehát gyakorlatilag egy-két napos, maximum két napos PFT munkával még kézi erővel is meg lehetne oldani. Valami természetes ásványvizet is valaki itt hagyott. Ennyi látszik az ablakból, ez volt a forgalmi iroda egyébként. Ide szerintem, mikor külön vonat volt, ezt kinyitották és be lehetett jönni. Jelfogó vízbe rálmeletás, és akkor nézzük meg a villanyódát. Hát ezen mondjuk pont nem látom, digitálisat szereltek fel, hogy van-e rajta fogyasztás, vagy nincs. Bár még ki van nullázva, úgyhogy rátették digitálisra kicserélték a villanyódát, viszont szerintem azóta sem miatt fogyasztás, tehát valószínűleg azért jelez csak nullát.
Hát mindegy. Hát a régi mechanikus villanyóráknál még azt pontosan lehetett tudni, hogy van-e valami, mert hogy ha forog, akkor van fogyasztás, tehát valószínűleg laknak ott. Mert nyilván az akkor szokott lenni fogyasztás, hogyha... Tudtam, mert ha ott állandóan lakik valaki, akkor legalább egy hűtőszekrénye van. Mondjuk az alap, ami állandóan fogyasztja az áramot. Tehát ha más nem is, akkor lehet bízni, hogy ha nem csak időlegesen, hanem tényleg ott életvitelszerűen, vagy napi szinten lakik valaki, akkor biztos, hogy legalább egy hűtőszekrénye van. Ami azért, ha annyit amennyit, de van amennyi áramot, az mindig folyamatosan mennie kell neki. Tehát abból látszik, hogy van fogyasztás. És akkor ekközben itt vagyunk. Akkor a papkeszin, a másik oldalt. És ott ágazik el szépen a Pétfürdő fele az iparvágány. Úgyhogy arra folytatjuk tovább az utunkat. Ott van egy fénycsodompos átjáró a végponton. Azt tudjátok, hiszen azt már ugye mutattam, múltkor arról jöttem. És egyébként akkor befele mentem a falu felé, vagy a város felé, nem tudom, pontosan micsoda, de a busz pedig itt jött így végig ezen az úton, így párhuzamosan a vágányok mellett, úgyhogy azt jól meg tudtam nézni, hogy merre megy. Úgyhogy egyébként is arra kéne menni, mert azzal a busszal a Pétfürdőig, még a Pétfürdői vasútállomásig is ki lehet menni, és onnan meg már van vonat. Tehát az a terv, hogy akkor addig. Akkor egy kicsit pihenek, aztán hajrá. És akkor még egy érdekesség innen Papkeszitől. Ez egy ilyen kis mini esélybeálló, szerintem a váltókezelőknek építették, hogy itt helyszíni állítású váltók vannak, és szerintem arra van, hogyha rosszabb idő van, hogy esik az eső, akkor a váltókezelő addig behúzódhat, hogy ne leessen az eső, hanem csak amikor ténylegesen váltót kell állítani, akkor jön ki. És egyébként amiért érdekes, hogy rögtön rájöttem az iparvágányra, hogy nyitva van a vágányzár és odompó, tehát lehet, hogy van bent vonat az iparvágányon, mert ezt ugye, hogyha nincs forgalom, akkor zárni szokták, mert pont az a lényege ennek a vágányzáros odompónak, hogy ne tudjon, hogyha teherkocsik és véletlenül elszabadulnak, és mondjuk ugye fékiba vagy akármi miatt gudulnak szabadon a vonalon, akkor ez megakadályozza, hogy kimenjen a nyílt vonalra. Tehát ez arra való a vágányzári sodompó, hogy ez a vágányzáró. Nem, a vágányzárját beszélek majd is hülyeséget, 10 km gyaloglás után. És látjátok, hogy ez nyitva van. Tehát valamiért ezt kinyitották. Tehát lehet, hogy most éppen kiszolgálás van és valamelyik üzembe bement a vonat, akkor lehet, hogy visszafele még találkozok is vele. Azt nézzétek, elérkeztünk az első váltóhoz. Egyenes állásban van, tehát ez úgy tűnik, hogy ez már egy nem használt iparvágány. De itt van az első kiágazás, ezt megnézzük. De itt még át is megy az úton, és úgy is van jelölve a közút fele, hogy itt jelző. Jelzőr által biztosított vasúti átjáró van. Tehát valószínűleg még, hogyha van is itt forgalom, bár nem úgy tűnik, hogy lenne. Az sem valami nagyon a célos. És egyébként elég sűrű buszforgalom van, mert legalább 3 busz láttam már elmenni, mióta is sétálok a közút mellett. Most pedig jön egy kamion, azt megvárjuk, az inkább menjen el. Na, úgy látom, a túloldalt egy kapuban végződik, de mindegy, átmegyünk és megnézzük. Na, lássátok fele, én átjöttem a túloldalra. És eddig lehet a vágány bejárni, itt van egy kapu. A telepen belül egy vágányzáró sodompó. És gyakorlatilag ennyi. Több nem is látszik belőle. Azt sem lehet tudni, hogy ez hova vezet ez a vágány. Ez milyen telephely. Semmi nincs kiírva. Úgyhogy majd utána fogok googlizni, de nem úgy tűnik, mint hogyha ezt sűrű használnák, vagy egyáltalán használnák. Aztán majd kiderül. Nézzétek, tehát valószínűleg az iparvágány és a mitrokémia 2000 VT-hez vezetett. De akkor lehet, hogy még mégiscsak használják, mert az egy vegyi művek oda azért szoktak különböző dolgokat tartálykocsival betolni.
És itt van egy fénysodompós átjáró. És eddig ez úgy tűnt, mintha ez egy lezárt terület lenne, de nem itt. Ez valószínűleg papkeszihez tartozik ugyanúgy. És itt ez egy ilyen külső, ilyen keltváros élvezet lehet. Egy lakópark, stb. Hányos kezelő, tehát az valószínűleg az a kulcsos fénysodompó, de is behatási pontos, bizony. Tehát ezt szerintem a vonat személyzet állítja. Igen, ez ilyen lakópihenővezet, tehát ez valószínűleg egy újonnan ideépült keltvárosi rész. Vagyis hát újabban, mint ilyen többi. A pálya testet és mellette járni veszélyes és tilos. De csak akkor, ha jön vonat. És itt az első buszmegálló is. De innen lehet egyébként Pénzfürdőre tovább menni. Hogy megyünk mi is. De akkor nem mehet. Akkor nem a pályatestre, hanem mellette megyünk. És akkor hajrá. Tovább. Egyébként jöttünk egy kilométert, ott van a 10-es szelvénykő. Úgyhogy ezért még egy jó pár kilométer hátra van. És akkor lássátok fel, én jöttünk egy pár kilométert is. Hát kiló hülye vagyok, már pár méter csak. Hát az ott volt a 10-es szelvény, tehát gyakorlatilag egy ilyen 150 métert jöttem, de már jól le vagyok fáradva. Így beszélek hülyeségeket. Nézzétek, itt van a közvetlen jelzések, ott a biztosítatlan vasúti átkelőt jelzi, ott ez a kör alakban sárga, hogy ez a sárga kör, de fehér szegély, ez nem tudom, mi akar lenni. Mindegy, viszont itt van egy másik érdekes jelölés, az úgynevezett nyilastábla. Ilyet azt hiszem a Sohol-Taposta közötti vonalon tudtam nektek mutatni, ez azt jelenti, hogy őrizetlenül hagyott váltó van. Tehát ezen csak lassan szabad átjönni, és a háttérben még ilyen tehervagonok is vannak. Tehát lehet, hogy itt még bele fogunk futni egy tehervonatba. Bár az is lehet, hogy ott van mellékvágány, de azokat kitolták. Majd mindjárt kiderül, hogyha közelebb megyünk. De itt még a 12-es szelvénynél, tehát gyakorlatilag 200 métert haladtunk előre. És bizony itt van. Ez az úgynevezett nyilas tábla. Ez azt jelenti, hogy és ott látszik is a háttérben a váltó. Tehát ez őrizetlen, tehát egy nyílt vonali váltót jelent. Tehát, hogy ezt lassan kell megközelíteni, hogyha rossz irányba áll, akkor legyen idő megállni előtte. Gyakorlatilag az annyi figyelmeztetés a mozdonyvezetőnek ilyenkor. Tehát akkor hajrá. És akkor megérkeztünk a váltóig. Ez látszik, egyenesbe áll, és ráadásul egyenesbe vitték ezeket a tehervonatokat is, vagy tehervagonokat is itt előttem. Tehát itt lehet, hogy egy kiszolgálás van éppen, csak valamilyen várnak, hogy be tudjon menni a rendeltetési helyére. Mindjárt kiderül. Vagy lehet, hogy itt hagyták kitolva, és még várják a mozdonyt hozzá, ami majd ezután fog jönni. Hát majd kiderül. Ha egy kicsit közelebb megyünk, akkor minden kiderül. Egyébként az egyenes, tehát ez a kitérővágány, ami most sétálok. Itt van egy biztonsági határjelző. Ez annyit jelent, hogy tehát ugyanúgy a pályán hagyott vagonokkal, csak itt szabad megállni, a határjelző előtt meg kell, mert itt már lehet annyira közel egymáshoz a két vágány, hogy a teherkocsik azok összeérhetnek, vagy hát akármilyen vasúti jármű, ami rajta jön. Itt viszont még biztos, hogy az űrszelvényen kívül van maga a vagon is. Meg a mozdony is nyilván, mert kicsivel több hely kell neki, mint ami a két csín között van. Ezeket közelebbről megnézem, aztán megmutatom nektek. Lássátok fel, itt vannak ezek a tehervagonok. Ráadásul nem is, ezek nem magyar vagonok ám. Deutsche Bahn, tehát német vasút. A gunnyai viszont a bárca alapján látszik, hogy ez az innen jön az IKR, Agrár Kft-től papkeszi hú, tehát ez innen van feladva, és hát oda megy erre a Heringen nevű akárhova, vagy hát valahol Németországba viszik. Ennyi. És egyébként kálium-oxid van benne. Ami nem tudom, hogy milyen anyag, de valószínűleg nem baráti. Tehát majd nem kéne tapizni, meg ilyesmi. Csemoil.
Tehát ezt valószínűleg ki fogják innen tolni, tehát... Vagy mozdony levál, ami majd bejön érte papkeszi felől, és kihúzza, vagy pedig a gyárból majd mozdonnyal kitolják. Hát ezt nem tudjuk. El kéne menni az elejére és megnézni, hogy ne. Vagy a másik verzió, hogy előre van már a mozdony, vagy mert ezek még üres kocsik, és majd csak itt fogják majd őket megpakolni a káliumoxiddal, és majd csak utána megy ki. Bár nem hiszem, mert akkor a bárcán nem lenne rajta. Ugye akkor nem az lenne a bárcán. Hát meglátjuk. Hogyha kicsit közelebb megyünk és leelőzzük ezt a kocsisort, akkor látszik, hogy van-e az elején mozdony, vagy nincs. Ahogy látjátok, nincs rajta mozdony, tehát én inkább azt látom valószínűnek, hogy papkeszi felől majd jönni fog egy mozdony, amelyik elviszi. Mert ezek már itt vannak megpakolva, csak mondjuk azt nem... És azt még el tudom kezdenem, hogy azért tolták ki ide erre a kis mini rendezőre, mert itt látszik még, hogy távolban is volt vágány kapcsolat a két vágány között. Tehát ez egy ilyen kis úgymond mini rendező pályaudvar, mert a gyártörületén belül már nem fért el. De hát meglátjuk. Hát vagy és hát hogyha ide jönni is fog, most már érte valami, azt már úgyse fogom észrevenni. De ha esetleg mégis a gyárba vontatják be, és majd kijön elé valami, akkor az meg itt lesz. És ott háttérben van még egy fénysorompós átjáró. Az még nem tudni, hova vezet. De majd megnézzük. Azt mondja, hogy itt van még egy fénysorompós átjáró. Szintén kulcsos, tehát behatási pont nincsen, meg kiszámláló se. És közben jött egy busz is, amit fényképezni tudtam, most az inkább fényképeztem, mint videóztam, akkor itt most átmegyünk. És akkor tovább, és valószínűleg ez már a gyárba vezető rész, és itt ér valahol véget. Innen viszont valószínűleg buszozni kell majd Pécsfürdőig. Meglátjuk. Ezzel megérkeztünk, itt van a gyárkapu, hát ennél lejjebb most nem megyek, mert ez már valószínűleg magánterület, de valamiért ezt nyitva hagyták, tehát szerintem előbb-utóbb jönni fog egy mozdony erről. Valószínűleg azért van nyitva, és ott van 21-es szervény, még az látszik. És itt még ágazik el több fele. Viszont ez már egy elkerített rész, és ez már a gyárterületén belül van, szóval ide most nem megyek be. Jobb a békesség, és akkor itt ott jelez még egy biztosítatlan átjárót, ami egyébként tévedés, mert fénysorompós. És itt van még kandelábra, tehát itt szerintem szoktak rakodni, meg itt éjszaka is van forgalom. Hát akkor most éppen visszasétálunk az út felé, és szerintem majd ott arra fele kell menni, hát így arra, ott balra kell menni Pétfürdő fele. Akkor sziasztok, közben az előbb ilyen nagyon viharosan lekapcsoltam a felvételt, mert pont jött egy busz, ami ugye Veszprém fele ment, de megállt itt Hajmáskér határában is, és nekem ez volt a legjobb. A vasbusz az volt legközelebb. És ide simán ezért 10 km-es egyen még el lehetett jönni, úgyhogy innen körülbelül jön 1-2 kilométer, be kell sétálni a faluba, viszont itt vannak itt a vasút hamarosan. Ismerős is, mert azt a víztornyot például láttam a vasútállomás mellett, úgyhogy az biztos, hogy jó fele megyek. Ennyi, és egyébként ez volt az a 2x2 sávos út, és ami felett a 27-es vasútvonal is átjött. És az tényleg nagyon az elején volt. Hát az még bőven még a sói megállóhely előtt, és az is 3 km, szóval nem kell innen másokat menni, és megérkezek a vasútállomásra. Valószínűleg most is majd a sideken fogok besétálni, mert az valahol itt van, de inkább nézek egy térképet is. Úgyhogy hát akkor hajrá! Ez így végszónak még jó is lehet, szerintem. Azt nézzétek, visszajöttem Hajmáskérre. Gyakorlatilag visszajöttem oda, ahonnan elindultam. Ott van az az épület, ami a két van a vasútvonal között van. És ott a két átjáró. Először a 27-es, aztán pedig a 20-as. És mindjárt bebattyolok az állomást, és megnézem, amikor jön vonat. Aztán majd a következővel meg irányodik. És hát akkor ismét visszaértünk Hajmáskérre. A következő pesti vonattal meg megyek is haza, úgyhogy ez a
és vonalbejárós vlog ez akkor ennyi lett volna. Most éppen egyiket így sétálok a 27-es vonal mellett, itt a töltés aljába. Hát innen körülbelül egy olyan pár száz méter itt a vasútállomás, addig kell csak elmenni. Aztán megvárni a következő vonatot Pestig. Úgyhogy akkor ez így ennyi lett volna, köszönöm, hogy megnéztétek, a többit tudjátok. Hogyha tetszett, akkor nyomjátok a lájkot, és ez, ha nem tetszett, akkor a diszlájkot, de... És mi mindkét esetben kommentet is írhattok, sőt annak örülnék a legjobban. Hát írjátok csak le, hogy mi az, ami tetszett, mi az, ami nem tetszett. És egyébként tervezek még ilyen vonalba járós videókat. De hát ez ugye, ez csak időfüggvénye most, hogy mikor van idő, mikor tudok menni. És hát ugye ez egy egész napos program, tehát ez szerintem... Főleg, hogyha messzebbre is kell menni, és nem a szomszédban lévő vonalakat járnom, mert azokat már bejártam. Így akkor... Akkor erre bizony rá kell szállni egy teljes napot. Úgyhogy akkor ennyi lettem volna. Köszönöm, hogy ezt is megnéztétek. Sziasztok!